kapitány úr tud-e róla, hogy mi folyik ott? Hogy elköveti az orosz-gazdaságot, vagy nem? Én nem tudom, hogy senkit sem. De én nagyon komolyan kell gondolni, hogy itt most mi van. Mert mi most elmondtuk a nyilvánosság előtt, hogy ott autókat tárolnak a telepen. Miért nem vonul ki a TEK, és miért nem csinál rendet, és miért nem áll elő? Most miért nem vonul ki? Ezt értsük már meg, hogy itt egy hitelszerződés. Semmi közöttel nincs a lopott autónak. Azt mondjuk, hogy ott olyan autók vannak, ami nem az ő tulajdonuk, nincs semmi jogalapja, hogy ők azt tárolják, mert valaki más a tulajdonosa. Az az autó azon a tárolóhelyen bírósági végzés nélkül jogtalanul van ott. Ezt döntsék el, hogy itt van egy lopott autó. Azért bemehetünk, vagy nem mehetünk. De most hagyjuk a rendezvényt ebben a pillanatban. Miről volt szó? Arról van szó, hogy ott van benne egy lopott autó. Kérem, hogy a tulajdonos, a rendőrség vigye oda az autójához. Na akkor viszont nézzük meg, hogy mi a helyzet most. A Lombard miért fúrik át a szakmásnak az autójával? Tudom erre választ, tudom, feljelentést kell tennie, és kivizsgálni. De nem, én most tegyünk feljelentést most. Le kell mennie a budőrsi rendőrparancsára. Nem, mi itt szeretnénk, ugyanis félő, hogy mire bemegyünk és visszajövünk, addigra az autót eltüntetik, esetleg leveszik a rendszámát, vagy bármi egyebet teszek. Jöjjenek oda és nézzük meg, hogy így van-e. Tehát a magyar rendőrség nem tud segíteni abban, hogy valakinek az autója ott van egy telephelyen, ami az övé, eltulajdonították, és önök ezt a rablást pásolják. Ön most ebben a pillanatban bűnpásolást követett. A gépjárműben ott van, ami még. Egyetem ott van, ami kerítésen kívül is, mert nem mehetnék oda, én most itt kívül a kerítésen kívül. Ahol a demonstrációt végig hallják. Figyelj, ne pohapöcsösködjünk már itt, gyerekek! Akarunk valamit elérni ebbe az országba, vagy nem akarunk? Ha azt akarjuk, hogy hagyod magad kirabolni, akkor pohapöcsösködjünk. Hát nyilván gyerekek, ne vicceljünk már! Itt van egy lakásrendőr! Így van, egy lakásrendőr, aki bűnözőket vér! Az előbb önt kértem meg, hogy a telep tulajdonosát igazoltassa. Nem volt rá, ha hajlandó. Hát hova jutunk?